Nagy volt a sürgős forgás a szekszárdi székelyházban. Sok vendéget vártak, így igyekezni kellett, hogy a vacsora idejében elkészüljön. Az esemény kárvallottja az a disznó volt, mely bontófára került, és ami alapanyagot szolgálhatott a közösségi rendezvényhez. Mert hogy az együtt töltött idő erősíti a kötődést, és ezt a bukovinai székelyek erősen szem előtt tartják. Galuska a lényeg az egészben. Itt nem lehet más, csak a Galuska a fő étrendünk. A Galuska minden Magyarországon élő népcsoport konyhájában megtalálható, ki így, ki úgy nevezi, köznepi nevén a töltött káposztáról van szó. Eszünk töltött káposztát, és akkor közéje az aljára is, középre is, tetejére is teszünk salonka káposztát is. A konyhában is nagy volt a sürgölődés, sültek a húsok, készültek a májak. Persze egy disznóból nem csak töltött káposztát lehet készíteni, főleg ha több mint 60 embert akar jól lakatni a vendégfogadót. Felfüstöljük a kolbászt, meg egy csonkát fogunk felfüstölni, és majd úgyis az év folyamán alkalmasint gasztronómia jegyébe ezt mi el fogjuk fogyasztani, úgyhogy kárba nem vész egy falat se, úgyhogy én úgy gondolom, és most pedig a mai menünk, hogy főzzük a orjalevest, vagy a csontokból a levest, csinálunk pecsenyehúst, most délbe az lesz majd, és estére pedig a hurkát kolbászt fogunk sütni, és töltött káposztát, az a hagyományos, úgy mondjuk mi, hogy galuskát. Látod, itt is annyian vagyunk, hogy kicsit már lehet, hogy sokan, de öröm részemre, hogy mindenki szívesen jön, és főleg a vacsora is az a másik, hogy együtt legyünk, és én szerintem úgy, hogy ahogy itt a püspök úr is itt volt, tartott egy vagy előadást, megérintett, ahogy mondta, hogy nagyon fontos, hogy tartsuk a közösséget, mert a közösség ereje az fontos, hogy az a kis közösség, amiben mi vagyunk, hogy együtt legyünk, együtt gondolkodjunk, és egymás gondjairól is tudunk kicsit jobban foglalkozni. Úgyhogy én szerintem ez a disznóvágás is ilyen, hogy ilyen közösségformáló ereje van. A vendégek között volt az aldunai bukovinai székelyek küldöttsége Hertelendi falváról, akik egy korábbi szekszárdi vizitet viszonoztak mostani látogatásukkal. Nekünk ott az Aldunán, ahol nagyon kevesen vagyunk, bukovinai székelyek, ez a feltöltődés és az erőt ez ad a további munkához, hogy tudjuk, hogy vannak barátaink, akikvel együtt lehetünk ünnepekkor, akikre számíthatunk, és akik szívesen jönnek hozzánk, hogy meglássák, hogy hol élünk, hogy élünk. Mi ott a tömbbe, szóval mi kisebbségben vagyunk, nem csak mint bukovinai székelyek, hanem mint magyarok. Mert Vajdaságban is kisebbségben vagyunk, nagyon távol vagyunk a vajdasági tömb magyarságtól, úgyhogy ez az oka annak, hogy nekünk, talán ez is egyik oka, hogy a nyelvünket is jobban meg tudtuk őrizni a maga valóságában, mint itt az ide telepített bukovinai székelyek. És ahogy illik, a hertelendi falviak nem érkeztek üres kézzel vendégségbe. Egy rendkívül értékes kiadvány gazdagítja mostantól a bukovinai székelység mintakincsét összegző kézikönyvek sorát. A 2000-es évek elején Kemény Mária, ő inkább gyűjtő volt. Ő összegyűjtötte a régi kézimunkadarabokat, textiliákat, és arról gyűjtötte le a mintakincset, azt adta ki könyvbe. Most Mária továbbfejlesztette úgy, hogy a saját kidolgozásait, a sarokminták megoldásait, ezt jelenítette meg, úgyhogy könnyíti a kézimunkázók munkáját. Nagyon időigényes, nagyon türelem kell hozzá, mert ugye szálánvarottas, minden apró szemet külön kell, amikor a mintába belenéznek, akkor el lehet képzelni, hogyha egy nagy asztalterítőt kell kivarni. Márika úgy fogalmazott, Erős Mária úgy fogalmazott a könyvbemutatón, hogy időben nem lehet mérni a kézimunka kidolgozását, hanem a cérna kilométerekbe való számlálását. A kiadványt a hertelendi falviak eljutatják majd minden közösség számára annak érdekében, hogy a mintakincs eredeti formájában maradhasson fent. A mintákat, mondja Lőcsei Ilona, nem csak varni, szőni is lehet, így a székely szervezetek által szervezett különböző szakkörök nagy haszonnal tudják majd forgatni.